Azt gondolom, hogy direkt jó volt, hogy ilyen hosszú befejezése volt a befejezés után. Egy kicsit hagyni, hogy megszólaló képes legyen ki, akinek szüksége van egy kis időre. Tegyünk egy próbát, egy ilyen egy szó, egy mondatos, ha valaki gondolja, hogy megosztja, hogy most hol áll, hol ül, hogy van, valamit jó, hogy itt ragadtam, ki kellett volna menni, miért jó, hogy itt maradtam. Ki kellett volna menni? A felénél. Felénél ki kellett volna menni. Csodálatos volt ez a film. Csodálatos. Én csak időnként eltakartam a szememet. Szerintem a Jézusról szóló filmek azok többnyire nagyon kevés a remek mű, ez szerintem az volt. Tehát, hogyha most nem ismerném a történetet abszolút, akkor ez a film akkor is remekül lenne. Így meg duplán az. Köszönöm. Nálatok egy ilyen első reakció. Hát csak ilyen rövid reakció? Vagy mit szeretnél? Hát... Ezt őszintén szóval vártam, hogy ön azt mondta talán, hogy ki kellett volna menni, te pedig azt mondtad, hogy remek mű. Tehát, hogy ez egy eléggé megosztó film, és most... Tehát, hogy egy kicsit félve is jöttem ide, ugye én ezt a filmet ismerem, írtam róla, és lehet, hogy a véleményem az sokakkal ellentétes lesz, vagy éppen önnel fogok csak egyedül egyet érteni, de én szerintem ez egy botrányosan rossz film, egy mérhetetlen nagy gics. Egy mérhetetlen öncélú gics, amit majd megpróbálok kifejteni. Szerintem teológiai értelemben is problémás, de abban nem merek beleszólni, de esztétikai értelemben amellett mondjuk megpróbálok érvelni. A film azt ugye, most 6,5-szer láttam, és annak idején direkt, hát nyilvánvalóan egy új Jézus film, egy új, amit botrány vesz körül, nyilvánvalóan ez is ugye az embernek egyből felhívja a figyelmét, hogy meg kéne nézni, illetve hát az arámnyelv és a latin nyelvnek a színrevitele is, mint történelmet és nyelveket szerető embert külön vonzott, és akkor is megnéztem volna, hogyha másról szól. Annyit mondanék én róla nagyon röviden, hogy valami van a filmben, amiben 500 évet vagy 400 évet visszaugrunk a Jézus ábrázolásban, de az egész meg van szorozva egy kis Amerikával. Köszönöm szépen. Az legyen a kettőtök mikrofonja. És akkor esetleg kérdés fölmerül, mert akkor utána átadnám a szót, ha van direktben kérdése valakinek, akkor botrányosan rossz film. Akkor maradnék a saját szakterületemnél, tehát az esztétikai kérdéseknél, a többihez majd esetleg egy második körben, de ahhoz kevésbé értek, azok nagyon személyes benyomások. Tehát egyszerűen úgy gondolom, hogy itt alapvetően egymásnak ellentmondó esztétikai elvek érvényesülnek ebben a filmben, amelyeknek ráadásul egyetlen egy célja van, ez pedig a hatáskeltés. Hatáskeltés minden áron, mindenféle eszközzel, hatáskeltés egyfelől egyfajta realizmussal vagy naturalizmussal, ami azért egy Jézus film kapcsán nekem különösen problematikus, mert azért ugye látni kell, hogy ez a realizmus, vagy ez a naturalizmus, ez stilizáció, nem tud más lenni. Ez itt ugye úgy csinál, mintha igaz lenne, és a filmnek ugye a nyelvi eszközei ezen a téren különösen kísértésbe vihetnek egy alkotót, mert nagyon realisztikus művészetről van szó, de ez nem a valóság, tehát nekem egy alaptézisem, hogy a Jézus filmek esetében is stilizálni kell, mert nem tehet más egy film, és ha már stilizálni kell,
akkor e tekintetben számomra sokkal meggyőzőbbek azok a filmek, amelyek ezzel a lehetőséggel, vagy ezzel az adottsággal élve valóban stilizált módon ábrázolják a Jézus történetét, és nem próbálják azt elhitetni, hogy úgy megmutatják, ahogy az valóban történt. Egyrészt nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy történt valójában. Ebben félve megyek bele, de szerintem, tehát engem az is nagyon zavar, hogy a filmben van egy csomó olyan úgymond realisztikus elem, amely meg nem, tehát hogy még ilyen értelemben sem valószerű, hanem hagyományokból, vagy esetleg más aspektusokból lehet, hogy így történt. Azt hiszem, hogy a megkorbácsoltatásnál sem tudjuk, hogy hányszor és mivel, legfeljebb ennek van egy hagyomány, hogy abban a korszakban ezt hogyan végezték el. Tehát egyik oldalon van ez a mérhetetlen realista vagy naturalista ábrázolásmód, a másik oldalon pedig van egy éppen, hogy nem realista és nem naturalista ábrázolásmód, amely ennek ellentmond, a legevidensebbet mondjam, a lassításokat. A lassítások azok ugye a lehető úgymond közhelyesebb módon valami fajta hatáskeltésnek az eszközei, és itt ezért érzem ezt öncélúnak, hogy azért lassít, hogy ennek a bizonyos realizmusnak még fokozottabb vagy visszataszítóbb legyen a hatása. Ezt én kifejezetten öncélúnak, hatás vadásznak gondolom. Aztán a másik, ami szintén esztétikailag nagyon problémás, ez pedig a filmnek az az aspektusa, amely már nem ezt a naturalista-realista nyelvet beszéli, hanem végül is stilizál, mert azért ugye ő is stilizál, és ezek a stilizációk, hát megint inkább, ezek meg inkább valahogy egyfajta, nem tudom, borzasztó egyszerűségről, vagy naívságról, vagy bárgyúságról tesznek tanúbizonyságot. A kígyó az jön, az mászik, azt eltapossák, jön a galamb. Hát szóval ezek az eszközök pedig pont úgymond ellentmondanak annak, amit a film egyik nyelvén úgymond ezzel a naturalizmussal beszél. Ennek a fajta gics ábrázolásnak, aminek egyébként a hagyományai teljesen máshonnan jönnek. Tehát ezek a mondjuk a démonnak a megjelenítése, amikor a kisgyerekek ugye Júdást riogatják, az ilyen ördögűző ómen, tehát ez a műfaji hagyomány. Hogyha komolyan veszem, hogy ez ugye ilyen értelemben nagyon elkötelezett Jézus film, akkor hát ez még ilyen, tehát hogy ez egyszerűen zavaros ilyen értelemben is, hogy most akkor melyik nyelvet beszélem. És ennek a gicses oldalnak ugye talán a csúcsa, amikor még ugye a Jóistenről is kapunk egy beállítás, aki könycseppet ejt fiáért. Hát ez, és azért ezt tegyék össze, tehát hogy fél ez össze, ez a fajta stilizáció azzal, hogy fröcsög a vér. Vagy. Tehát lehet, hogy kicsit az indulatom túl belevitt olyasmit, amit most nem kellett volna mondanom, mert lényegében csak ezt szerettem volna egyfajta esztétikai érvként megfogalmazni, hogy itt egymásnak ellentmondó stilisztikai elvek érvényesülnek, egyik oldalon egy realizmus, vagy ha tetszik, naturalizmus, a másik oldalon pedig valami fajta, hát nem tudom mi ez, szimbolizmus vagy stilizáció, amely viszont kifejezetten szépelgő. Szépelgés ett, utána pedig valami borzalmas, ugye, naturális ábrázolás ott. Nekem ez sem jön már össze, és a naturalizmus terén pedig azt érzem, hogy az is mérhetetlenül egyoldalú, öncélú, láthatólag az a szándék vezeti az alkotót, hogy ezen a téren, egy ember megkínzatásának a terén, hát úgymond felülmúlja majd, hogy nem az eredeti. Tehát ilyen tehát, bocsánat, hogy ezt mondom, de már ilyen démoni a dolog, hogy nem tudom, még megforgatják a keresztet, hogy elverjék a szöget a másik oldalon. Tehát, és most ez a következő, de átadom a mikrofont, mert ez engem nagyon tényleg indulatba hoz, hogy most akkor, tehát hogy mit tudtunk meg Jézusról ebből a filmből. Tehát azért ez is nekem egy alapkérdés, hogy most ezen a téren itt történt-e valami. Azt gondolom, hogy maradjunk egy kicsit akkor ennél a témánál, hogy eléggé karakteres a véleményed, és mint szakember, mint akinek egyfajta ízlése, sok minden összejön ebben. Hogy vagy te ezekkel a kérdésekkel, Gábor? Hát
ugye én említettem azt a bizonyos egy szóval, röviden az amerikás hollywoodi vonalat, amiben elvileg ugye Mel Gibson jön, bár ami a film előtt ugye ő úgy állította be magát a riportokban, interjúkban, hogy ő mártírjává fog válni ennek a világnak, mert nem fogja neki ezt megbocsátani. Azt tudjuk nagyon jól, hogy a botrányt azt még azt is fokozta, hogy nem nagyon engedett hozzájutni embereket látni, csak bizonyos köröket. Az sem volt túl biztató, de minden esetre az amerikanizáltság, illetve a hatásvadász túlzás, XXL-es ugye, méretek, és az, azt is mondhatnám, hogy az azért talán kellhet, hogyha a jó oldalát akarom, a jó oldalát akarom megnézni, keresem a jót Mel Gibson döntésében, az, hogy emelni kellett a tétet, mert azt a fajta életközépkori krisztusi ábrázolás és teológiát, amit ő szeret, amit ugye inkább szeret, az a katolikus ága, ahova akkor ő tartozott, nem tudom, hogy azóta még tartozik-e, de ugye ő a Nostra Aetate és a második Vatikáni zsinatot elutasító keresztény közösséghez tartozik. Ott ezt a fajta testiséget és a megtestesülésnek és a szenvedésnek, a passió bemutatásának egy hollywoodi, poszt-hollywoodi lenyomását akartam nyújtani, mert a horrorfilmek után már az nem elég. És ezért tolta túl, úgyhogy pestiesen mondva. Amikor néztem a filmet, ugye én mindig arra hegyeztem ki magam, és azt néztem zsidóként, ami a zsidóság részéről a félsz volt, és ami a félelmet hangsúlyozta a film megjelenése előtt, hogy vajon elbillen a mérleg a megítélése a zsidó ellenes vagy antiszemita irányba. Úgyhogy miközben egy kicsit túlzás nekem is, de értem, hogy miért csinálja ezt egyik oldalról, miért van a gicsbe csúszó, vagy esetleg már szinte visszajára forduló ábrázolásmód, hiszen a reneszánsztól kezdve legyen az Caravaggio és többiek, nincs ez a fajta kiábrázolása a szenvedésnek és a sebeknek. Van seb, de nincs ennyi. Úgyhogy én több mindent néztem, én mondom, azért néztem meg többször a filmet, mert nekem ez egy másik oldal is érdekel, de az értékelés az mindenképpen az első ránézésre, első megnézéskor pontosan erről szólt, hogy igazak voltak a félelmek, vagy nem voltak igazak a félelmek. Hát ha már így földobtad, azért tartsd még a mikrofont, hogy csak hogy igazak voltak, vagy nem voltak igazak. Hát van az angol közmondás, hogy a beauty is in the eye of the beholder, vagyis hogy a szépséget és a külsőt mindenki maga ítéli meg, és nem valóban az szép, amit nézünk, hanem az, aki megítéli, hogy szép vagy nem szép. Olyan helyen, ahol olyan fülekre talált, olyan szemekre és olyan fejekbe ment be, ott inkább hallottam bizonyos fajta régi reakciók, régi látásmódok visszaemelkedéséről, ami ellen a Nostra Aetate, de már talán korábban előtte 200 év, 300 év teológiai folyamatai dolgoztak vissza a múltba. De egy másik oldalon viszont Amerikában, pont azon a helyen, ahol a antiszemitizmus vagy a antijudaizmus mutatói igen alacsonyak, ott az emberek a filmnek azt a részét, ahol ábrázolva van a tömegben sokszor olyan bosi arcok, amik gnóm eltorzult sátáni arcok, és a tömegben többször jelenik meg ilyen eltorzult, istentelen, démonszerű arcok, addig... ha mérlegre teszem, és nem arra gondolom, ezt nézték annyira, de lényeg az, hogy rengeteg pozitív zsidó példa is van pro és kontra. És Amerikában nem nézték, mérték, és nem történt emelkedés az antiszemita mutatókban, viszont tudom, hogy milyen ébredést vagy produkált a keresztény, protestáns keresztény közösségben, ugye a többségben protestáns keresztény közösségben, gyilkosok vallották be
addig megúszott és eltitkolt bűneiket, és a többi. Úgyhogy a film szerintem azt gerjeszti, amilyen embertípus nézi, abban az jelenetoljára, amit már eleve gondol. Aki csak a minden egyes vércsepében és minden egyes nyögésében Jézusnak az ő iránti kegyességét és megváltását és szeretetét látja, az csak ezt fogja benne látni. Aki azt látja, hogy ki az, aki üti, vagy ki az, aki a kezére adta annak, aki üti, és vagy milyen manipuláció van, és nem gondol bele a mélységébe, az lehet, hogy eltolhatja a felelősséget akár a zsidóság felé, vagy akkor zsidóság felé, akkor zsidóság Jeruzsálemi ágának elítje felé, akik ezt a koncepciós percet csinálták velem, az már egy másik dolog, de a lényeg az, hogy a többség az embereknek ebben a mindenben eltolt szenvedésben inkább csak ezt a individualista módon maga felé értelmezett, értelmszenvedett típusú narratívát követte, legalábbis az angol szász világban is azért főleg ott robbant, aztán később ment máshova is, de annak a sajtóját ugye nehezebb volt követni, mert azt nem angolul írták. Köszönöm szépen. Még mindig azért a témánál maradva, mondtad, Dani, hogy neked mit is jelentett a film? Hallgatva ezeket a kommentárokat, te hogy fogalmazod meg a te látásodat? Hát én azt képzelem, hogy Gábor abszolút ilyen szabályok szerint képzeld el az alkotásokat, és hát az alkotónak én szerintem megvan az a joga, hogy esetleg eklektikusan ábrázol dolgokat, vagy akár hagyományok alapján, vagy én nem látok abban semmi különöset, hogy például a démonokat úgy gyermekként ábrázolja, vagy hogy a kígyót az elején, mert ugye hát itt a elején rögtön úgy kezdődik, hogy a Teremtés könyvében, hogy rátaposol majd és összefogod zúzdi. Tehát én nekem ez a véleményem, és az, hogy szerintem ez a film ez tökéletesen bemutatja az én véleményem szerint, hogy tehát mondod, hogy a Jézus kép, hogy mit ad hozzá nekem, például nagyon-nagyon sokat adott, hogy nagyon elgondolkoztam azon, hogy ez a végtelen szeretet, ami tökéletes kiszolgáltatottságot. Tehát az Isten a végtelen hatalmában lejön közénk, a szeretet Isten, és itt abszolút mértékben kiszolgáltatja magát mindenféle erőknek, és azt tesznek vele, amit akarnak, és ő ezt tűri szeretetből, életünk való szeretetből. És én úgy érzem, hogy ezt a film, ez egy nagyszerűen ábrázolta. Egyébként te mondtad, hogy írtál róla, én is írtam, tehát megjelent két könyvem, amiben megvan ez a tanulmány, szívesen majd odaadom neked, hogy akkor mit szólsz esetleg hozzá. És én is elolvasom a tiédet, akkor természetesen. Valószínű. Te olvastad az övét? Melyik? A evangélius. Azt gondolom, hogy ugye visszamenve a gyökerekhez, itten világos, hogy nem azt akarjuk eldönteni, hogy most kimondta meg a tutit, mi az abszolút igazsága, hanem hogy mindenki a maga megértésének, előképzettségének, történetének minden nyomán, hogy most mi azt megosztjuk, mert abban a reményben, hogy a teljesen ellentétes vélemények is gazdagíthatják a hordozóikat, tehát azért mondjuk, nagyon örülök, hogy... Hadd kérdezzek valamit, akkor ha jól értettem, akkor azt mondta, hogy a film az angol szász világban nem terjesztett antiszemitizmust, vagy azért kérdezem, hogy jól értettem, mert nem gerjesztett antiszemitizmust, protestáns körökben viszont, tehát gondolom itt a szabad egyházakra, ott pedig megtérések következtek be a film révén. Ezt mond, nem? Úgy értettem, hogy a nyelvében angol szász világban, szóval ez benne van mondjuk a Egyesült Államok is, ahol mit tudom én, 40% lakosságnak katolikus, szóval nem csak az anglikán egyház. Nem anglikán egyház, hanem angol szász világ, tehát Amerika. Igen, úgy értettem, mert annak a sajtóját és a mérését itt láttam. Igen, tehát nem gerjesztve. Mérhető emelkedés nem volt felfedezhető. De azt is mondtam már, bocsásson meg, hogy ugye, hogy a protestáns egyházi körökben pedig gyilkosok vallották meg, hogy... Hát igen, szóval hogy mindenki nem arra az aspektusára koncentrál a filmnek, hanem a Jézus szeretete, áldozata. Igen, és ezért megtértek emberek, akár még gyilkosok is. Jó, köszönöm.
Tehát úgy, ahogy te is bizonyos megtérésen estél át a film hatására. Akkor egyébként, ugye, ha így most már előkerül többször is az antiszemitizmusnak a kérdése, hogy most hogy áll a film, amit beszél a hatásaiban, számomra kifejezetten azt erősítette, ha valaki nem előítélettel nézi a filmet, hogy itt hát annyi együttérző, együttszenvedő, tiltakozó zsidó volt, hogy hát aki ebből antiszemitizmust olvas ki, az elég furcsa, szelektív látással van, legalábbis a megértésem szerint. Még maradva akkor a témánál és az erős fogalmazásoknál, van-e valaki más is, aki szeretne reflektálni, hozzászólni, megfogalmazni a maga különbejáratú véleményét, reflexióját, hát ha gazdagodunk általa, hogyha van véleménye valakinek, amit meg akar osztani. Vigyem közelebb a mikrofont, nem tudom, neked van valami reflexió? Messzről jöttél, biztos valami hozott, tehát... Én Gáborral értek egyet. Ja, első szóló Gáborral. Nekem is sokszor, tehát túlzó volt, és túl öncélú volt ez a szenvedésnek ez a fajta ábrázolása. És én már láttam a filmet, és érdekes, hogy amellett, hogy bennem volt az, hogy ez a sok szenvedésnek ilyen fajta naturális ábrázolása, de nekem a kenyerek kivétele, tehát az a jelenet nagyon erősen megmaradt, és azt vártam, és egy picit arra nem emlékeztem, hogy így van visszapörgetve a története, a utolsó vacsora is, hogy így ennyivel később jelenik meg. Tehát úgy emlékeztem, hogy sokkal hamarabb van. Köszönöm. Igen. Sziasztok, Gauzer Katalin vagyok. Én másodszor látom a filmet. Először nem is tudom, mikor láttam, amikor Magyarországon meg lehetett nézni moziban. Nekem másodszor is letaglózó volt, és ami engem elgondolkodtat most, ahogy hallgatlak benneteket, hogy annyira naturális és annyira sok ez a szenvedés. Nem tudunk félrelépni előre, előle. Vagy kimegyünk, vagy elnézünk, vagy egy ízlést, egy esztétikumot helyezünk magunk és a szenvedés közé, vagy hitrendszereinket, gondolkodási rendszereinket. Tehát valamit óhatatlanul beteszünk a szenvedés és magunk közé. És amikor a szenvedés áttör, ez nagyon izgalmas nekem, ez hogy hat ránk. És nyilván ez egy fantasztikus helyzet, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen hat ránk, és meghallgatjuk egymást. Ez egy tömény szenvedés. És hogyha ebbe belemegyünk, belengedjük magunkat, eltoljuk ilyen értelemben a védekező mechanizmusainkat, amelyek intellektuálisak, amelyek hitbéliek, szellemi béliek, pszichébéliek, akkor ott van a szenvedés. Nekem ez egy erős film. Ez ami számomra lényeges. Ez sokat foglalkoztatott, pontosan azért, mert hogy olyan tömény szenvedés, hogy vajon a valóság milyen lehetett, amit hát nem tudunk, de részben a kortörténet, részben a különféle írott források, hogy én mindig azt gondoltam, hogy közelíti azt, ami volt. Tehát mondjuk az ábrázolás egy dolog, de hogy amin átment, az ő vagy hasonlóképpen nála mondjuk a spirituális vonatkozások miatt a másként jelenik meg a szenvedés talán, de hogy amin átmentek ezek az emberek, és
amit ha ma is nézzük a világban, hogy micsoda teljesen elképzelhetetlen eldurvulások vannak, és hogy mit kezdenek emberekkel, ez nagyon, nagyon fejbeverő. És talán az is, hogy érdekes, hogy ami elhangzott, hogy ha az ember hát vagy védekezésért, vagy másért, vagy akár, hogy ott a szenvedés és közte valami van, hogyha áttör a szenvedés, hogy talán ez teszi őt szabaddá az embert, akit megérint így a szenvedés, és hagyja, elfogadja, hogy tud reflektálni rá, és akkor már nem lesz a félelmeinek és a bábja, hanem ha már egyszer benne van, és tud egy bizonyos távolságról rátekinteni, akkor az egyfajta szabadságot is adhat, a szenvedéstől való szabadságot. Ugye a buddhizmusban nagyon erős ez, hogy a szenvedés és olyan fajta technikák, hogy a szenvedés nem múlik el, de nem ugyanúgy jelenik meg, és szabad lesz az ember tőle. Tehát ilyen szempontból meg azt mondanám, nem hiszem, hogy ez a rendező szándéka, de mégis, hogy egy ilyen túltolás a dolog, az lehet ahhoz egy eszköz, hogy aki bár azt gondolja, hogy el kéne menni félúton, de mégis marad, hogyha okosan fogadja be ezt a bombát, akkor talán növekedhet a szenvedéssel való kapcsolatában, a szabadságban. Van-e valaki más, aki provokálhatok még, hogy... Jó 10 évvel ezelőtt láttam ezt a filmet, és a múltkor említették, hogy lesz ez a film, és nagyon gondolkoztam, hogy eljöjjek, vagy nem. És egy órával az indulás előtt eldöntöttem, hogy igen. És ismétlem önmagam, hogy jó időben, jó helyen kellett lennem. Teljesen másként hatott ez a film most rám, mint ezelőtt 10 évvel. Gondolom, sokan vagyunk úgy, akik... Most így a szenvedés kapcsán, hogy másként éljük meg a megpróbáltatásainkat. Nagyon érdekelt, hogy mit fogunk és hogyan fogunk beszélni róla a filmről. Vallom azt, hogy gondolom én, hogy minden alkalommal, mikor elmegyünk innen ebből a teremből, vagy máshonnan, és életre kelnek képek, hangulatok, ami egy művészi film, művészi. Egy film hatására bennünk gondolatokat keltenek, tehát tovább gondolkodásra, más értelmezésre, tehát valahol ez a célja a művészetnek, hogy kimentünk a teremből, és teljesen el is feledkezünk róla, tehát tovább gondolkozásra késztet, és ténylegesen a mi apró kis mindennapi szenvedéseink ehhez képest, nem hasonlítani szeretném csak, hogy hogyan gondolkozom róla, hogy hát elenyészőek. És lehet, hogy közhely lesz, amit most mondok, ami nem öl meg, az megerősít. Tehát nem lehet mindig csak fellenni a csúcson, néha le kell jönni a földszintre, és akár a mély bugyrokba, tehát a szenvedés mély bugyraiba is belekóstolni, ahhoz, hogy a mindennapok nehézségei közepette is szinten tudjunk maradni. A hit ebbe nagyon meg tud erősíteni, és mint tudjuk mindannyian, sose vagyunk egyedül, még akkor is, hogyha egy 4 fal között sokszor egyedül vagyunk. Köszönöm. Köszönöm. Akkor az itt földobott labdával hadd menjünk tovább, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Ugye most itt maradtunk, itt vagyunk, hogy látom, tetszik ez a dolog. Megerősített valamiben a film? Én is második néző vagyok, tehát 10 évvel ezelőtt. Hát alapvetően tetszett az első véleményformáló Gábor, szerintem kritikai jellel említette ezt a hatásszót, tehát hatásvadász, hatáskeltő. Én mégis azt mondanám, hogy hatásos, és ez vitathatatlan, és valahol inkább azért a pozitív
értelmében, amit az első hozzászóló hölgy mondott, hogy egy erős film. Tehát, hogy ennek a hatása alól azért az embernek, még ha annak is benne esztétikai zavarok, azért úgy nehéz kivonnia magát. Valóban ilyen hollywoodias eszköztárral éri el, de nem biztos, hogy ezt így fel kell neki róni, hogy egy úgymond fogyasztható, talán van ennek egy jó olvasata is, hogy egy fogyasztható filmet csinált. Az én kritikám ezzel kapcsolatban az lenne, hogy szerintem ebben nulla eredetiség van. Tehát azon kívül, hogy sok vér, tehát ez a naturalista, azon kívül történelmileg nem autentikus igazán, még tehát semmi követi teljes egészében azt az evangéliumi leírást, amit azért lehetne egy kicsit szabadabban, vagy kritikusabban kezelni, vagy ha nem a Biblia, nem tudom, a hermeneutika, vagy történeti bibliakritika oldaláról akarja egy kicsit megragadni, akkor valami egyéni művészi látásmódot beletehetett volna, de semmi. Tehát, mintha egy ilyen egyik hívő egy másiknak készítette, vagy a hívők tömegének készítette volna, és abszolút nem, tehát full konzervatív, semmilyen módon nem szakad el a szokásos Jézus ábrázolás, és ez bennem egy ilyen hiányérzetet hagyott, hogy hol van itt a Mel Gibsonnak az eredetisége azon kívül, hogy tényleg a szenvedést kicsit túltolva, de mondjuk azért az embert megérintően ábrázolta, de hogy mi ebben, ami az ő egyéni látásmódja. Ennyi. Köszönöm szépen. Így a megerősítés szempontjából valakinek valami mondandója? Tulajdonképpen nekem is ugyanaz a véleményem, hogy másodszor láttam a filmet, pont azért jöttem el, hogy a beszélgetésen itt legyek, mert ez érdekelt a legjobban. Önnel én bizonyos mértékig egyetértek, hogy valóban erősen hollywoodi ízei vannak. Nem mondanám teljesen gicsesnek, sok mindent, ha én csináltam volna, biztos másként csináltam volna, de biztos, hogy sokkal jobban odafigyel az ember erre a filmre, mint a múltkorira, ami egy ilyen igen erőteljesen didaktikus film volt, rettenetes volt, ezzel is egyetértettünk. Fele ennyi vérrel biztos, hogy bőven elegendő, és ugyanolyan hatásos lett volna az egész. Nekem inkább azok voltak érdekesek, amikor a Mária szerintem kiválóan játszott, ő szerintem egy nagyon jó színésznő. Az ő érzelmi reakciói hatásosabbak voltak, mint a Jézusnak a reakciói. Hát talán ennyi. Sokkal az utolsó három filmet láttam én itt önökkel. Ez volt a legagresszívebb természetesen. Én egy római katolikus vagyok. Sok mindent másként kellett volna csinálni, de ez volt a leghatásosabb film. Ennyi. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ugye újra és újra ugyan jól megerősödik az, hogy a cím a sorozatnak, hogy a vászon Jézus. Vászon, tehát nem a Jézus, a vászon Jézus. Tehát ki hogyan a belső, meg külső vászonra hogyan vetíti a látását, megértését. Én egy olyan dolgot szeretnék mondani, hogy én ezt, amikor elkészült a film, rögtön 2004-ben sikerült megnéznem. Utána egyszer húsvétkor láttam, tehát Nagybőjtben, és most harmadszorra. És én olvastam arról, hogy ez a film úgy készült, Mel Gibson úgy készítette, hogy Szent Emerik Anna Katalin látomásaira alapozta a történetet. Tehát ő egy olyan szent volt, aki megkapta a stigmákat, mind az ötöt, és komoly látomásai voltak, átélte a passiót minden vonatkozásban.
És én elolvastam azt a könyvet, meg lehet kapni, nem tudom, hogy mondhatom-e, hogy én hol vettem. Nem reklám? Jó, én a Szent Gellért könyvesből vettem, a Kárpátia udvarban. Ez egy több mint 300 oldalas pasió könyv, tehát a látomást részletesen leír minden mozzanatot. És lehet, hogy sokak szemében naturálisnak tűntek ezek a fajta szenvedések, és ezek a kicsit túlkapások, de a könyvben még több van. Tehát most példázzam azt, hogy trágyalével elocsolják Jézust, akkor csomókba tépkedik ki a hajszálai. Tehát ott még sokkal több olyan mozzanat is van, ami hát nyilván egy ilyen kétórás filmben nem tudtak ilyen apró részleteket is beletenni. Meg ugye akkor már lehet, hogy be sem mutathatták volna, mert így is sok volt az embereknek, de valóban, ami ott a könyvben látomások alapján, amikor ott leírtak, a film ezeket nagyon hülyen be tudta mutatni. Tehát ez valóban ez így volt, legalábbis a Szentnek a látomásai ilyen részleteket mutattak, és ilyen mértékű szenvedést. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elhangzott az előbb, hogy az eredetiség kérdése, hogy hol van Mel Gibson, és nem a sémák, és azok ügyes variálása, hogy bár abban is lehet eredetiség. Ez majd egy kérdés lesz hozzád, Gábor, láttál-e valami eredetiséget, de itten közben is buzgón jegyzeteltél. Van-e, most ha van nálad mikrofon, mit mondaná nekünk? Hát pontosan visszatérve a témához, ami miatt többek között engem ide hívtatok erre, az, hogy pontosan ezen apácának az elmélkedései keltették fel az egyik riadalmat az emberekben, a zsidó részről. Mert ugye János evangélium alapján lévő látomása, illetve annak a könyvnek az elemzésének a hát részletesebb részletekbe menő taglalásáról szól az ő könyve. És a 40 akárhány évet megélt német apácanő, aki utolsó éveiben csak az eukarisztián élt, és szóval tényleg misztikus volt. Egy-két helyen vallotta egyéb műveiben, vagy talán ebben a vérvádat, vagy vérvádszerű gondolatokat, és ez így kezdett egyeseknek azt mondani, hogy a recept az készen egy óriási tragédiára, mert ugye tudni kell, hogy Mel Gibsonnak a édesapja az ausztrál ember, nem tudom pontosan, hogy most író, vagy valami fajta befolyásos ember, mégis a hangját azt hallatta többször, és hallották is az emberek azt, vagyis nem, valószínűleg egy kicsi átlagos birkapásztor valahol Dél-Walesben. Ő egy ismert holokauszt tagadó, vagy illetve relativizáló, és erről mindig is a megbízónak az volt a vélemény, hogy apukám nekem sose hazudott. És utána ugye, mivel ő tagja volt ennek a bizonyos Le Havre, Lefebvre nevezetű ugye, püspök mozgalmának, ahol nem csak ahhoz ragaszkodtak, hogy továbbra is latinul megfordulva misézzenek, hanem a osztrált átét és a egyéb vallásokhoz való viszonyt sem követik, ennek minden gondjával és bajával, ami legalábbis minket illet. És ugye Mel Gibson hamvasztó szerdán mutatta be ezt a filmet, akkor a kitűve a premier. Azt mondta, hogy őt a Szentlélek vezérelte a forgatáson, gyógyulások fordultak elő, és olyan dolgokról számolt be, ami az egészen az ő felelősségét és az ő belevitt volt, tehát elhájtotta magától, hogy ezt nem ő csinálja, és egésznek volt egy ilyen aurája, ami bár naív és neofita és hívő és tényleg akár mondhatnánk is neki, hogy boldog lehetsz Mel, hogy ilyen jó hívő lettél. Az egyéb dolgok, amik alapján esetleg ő megfontolt, hogy mi alapján hozza össze a 4 evangéliumot, de abból is leginkább a jánosítvényve alapul. Az Katerin Anna Emmerich emelkedés alapján ez így kezdett összeállni esetleg egy olyan recepté, ami egy veszélyes elegy. De én különben visszatérve arra, hogy nincsen benne Mel Gibson, vagy hogy nem elég mély, én azt mondom, hogy Mel Gibson egy színész, egy ausztrál színész, egy akciószínész, aki különben szereti az erőszakot bemutatni, ezt a Braveheart-tól kezdve
az apokaliptikán át egészen a, most a saját filmről beszélek, amiben ő már rendezőként lépett föl, mindig a lelassított jelenetek, a szenvedés, a csontok törése és a hús felszakadás, ez ott van. És nyilván itt most a témában, ő vallásos témájában ezt most egy külön még tudta kiteljesíteni. Persze ott is majdnem mindig a Braveheart-tól kezdve mások által vált szenvedés és hősök vannak kiemelve, és most ő kiemelte az új hősét, neofitaként, Jézust. De mondom, szóval a teológiai mélysége az most egy mindenkit elnézést kérek szépen, az egy vidéki néni szintjén van. Ugye, de még tartsd azért a mikrofon. Nem is tudom, aztán Pascal mondta, hogy szeretném, hogyha a hitem olyan lenne, mint egy breton parasztasszony. Na csak, hogy pingpongozunk. Azért értem, hogy még tartsd egy kicsit a mikrofont, hogy ahogy céloztál is rá, hogy rabbiként vagy most itt, és mondod a filmmel kapcsolatosan azt, ami gazdagíthat, mi is mondjuk, amit gazdagíthat, hogy említetted, hogy foglalkoztál elég sokat azzal, hogy a nemzetközileg is, hogy a különféle zsidó közösségek, hogy milyen fajta fogadtatások voltak. Ha ebből esetleg megosztasz néhányat még, már mondtál is egy párat, de ha még esetleg ezzel kapcsolatban akarsz mondani, biztos nagyon érdekes. Hát én csak ugye abban az időben nem rabbiként működtem, hanem sokat éjszakáztam a munkám miatt, és ott hallgattam a külföldi, főleg amerikai rádiókat, és már kezdött fél évvel a híre, hogy jönni fog ez a film, és hát óriási füstje volt, és én azt mondom, hogy nem volt akkor a lánge, mint amikor hát ugye jósoltak egyesek. Ugye nyilvánvaló más az amerikai millió, és más az európai millió. Én is a vidéket járva, vagy azt mondanám, hogy a vegyes házasságú családba születve, a keresztény rokonaimhoz lelátogatva vidékre, hát minden egyes faluban ott van ez, minden templomban ott van ez, 12 stáción keresztül, jól mondom? 14, oké. Okay. Szóval, és Mel Gibson iránt én elfogult voltam, egy gyerekkoromnak egy ilyen kedvenc kis hőse volt a saját kis filmeiben, és mindenképpen akartam megadni azt a hitelt, hogy meg fogom nézni ezt a filmet, az biztos. A másik, ami pedig szintén ugye az előítéletek, illetve a félelmet generálta, hogy a szenvedés történet, ugye most mondok egy kis vallástörténeti dolgot, ahogy én látom, A 11. századig Jézusnak kb. Olyan ábrázolása van, hogy a kereszten ábrázolják a halált és a feltámadás is egyben. Jézus mindig tartja magát, és ki van nyitva a szeme. És a 11. századtól kezdve folyamatosan vékonyodik el, rogyik össze a kereszten, behunja a szemét, és egyre jobban elkezd vérezni. Azt, hogy a stigmák megjelenése és minden más felbukkanása ezután jön el legtöbb hívőnél, ezt szemlélve, ezzel szembesülve, ezt magukra véve, de az is igaz, hogy a szenvedés történetnek a kiteljesedése, áthelyeződése, esetleg az iszlám előretörésével, aki az iszlám, amelyik azt mondja, hogy nem halt meg Jézus, hanem helyette valaki más halt meg, és Jézus nem halt meg, vagy akár a katároknak, az albigenseknek az elterjedése pont Nyugat-Európában, pont a kereszténység több központjához közel, amelyik azt mondta, hogy nincsen testisége Jézusnak, és ő nem ember, és ő egy éteri lény, muszáj volt véreznie, hiszen egy teológiai tétje volt ennek, nagyon komoly tétje volt ennek az iszlámmal folytatott vitában, és a katarokkal folytatott vitában. Viszont ennek, és akkor az eukarisztiának ugye van három nagy vitája zajlik le a keresztény egyházon belül, és pont a két utolsó vita az ebbe az életkorba esik bele, a 11. és a 13. századba. És ezek a viták mind az irányba tolják el, hogy teljesen emberi, szóval megmagyarázzák az eukarisztiát, ezt nem kell magyaráznom önöknek, de hogy a szenvedésre és ez a passió és a passió játékokra akkor kezdik igazán kinőni magukat, és ha a filmben van zsidó csődcserék Jeruzsálemben, kb. Egy futballcsapatnyi huligán a B közép, kb. Annyi ember van ott, és amiatt bűnhődött a zsidóság ugye 2000 éven keresztül, és
verték végig és köpköti végig az utcákon 2000 éven keresztül, vagy legalábbis 1000 éven keresztül sok-sok európai utcában. Az a fajta teológiai játszma sokszor a zsidóságon csattant le, mondván az ostyagyalázás vagy a vérvád, mind a kettő ennek a teológiának a kiteljesedésnek a mellékhajtása, a mellékhozadék, amire lenne a legtöbb pápa vagy nagy befolyású püspök felemelte a hangját, de kisebb püspökök, illetve helyi közösségek meglincselték a helyi zsidóságot, mondván ostyát gyaláztak. Ugye az azt jelenti, hogy ellopják az eukarisztiát, a már átváltozott eukarisztiát, mert annyira gyűlik Jézust, és otthon újra megkínozzák, és az vérzik. És nyilvánvaló ezzel a történettel akarták alá sokan ügyetlenül alátámasztani, hogy tényleg átváltozik az eukarisztia, és ennek van alapja, hiszen az egyházon belül is volt egy vita. Még a katolikus egyházon belül is volt egy vita. Nem beszél a külső kihívásokról. A másik pedig ugye a vérvád, ami nagyjából mindig arról szólt, hogy húsvét környékén, ha eltűnt egy keresztény gyerek. Az első ilyen vérvád Angliában volt, a 11. században. Előtte 1000 évig nem volt, de előtte 1000 évig Jézusnak nyitva volt a kereszten a szeme. És azok a vérvádak terjednek Európába szét, különben Lengyelország, Németországban van a legtöbb, valaha. Az utolsók eljöttek egészen a 20. századig, 20. elejéig, és ezek a vérvádak mindig az volt, hogy keresztény gyereket, szüzet, ártatlan rabolnak el a zsidók, hogy rituálisan megöljék, megkínozzák, mint Jézust, és a vérét belesüssék, és akkor most mondjuk bármit macezba, vagy borba beletett keverék, stb. Annyira hatott az zsidó közösségre, hogy elvileg széder este, a kivonulás estén köteles az ember meginni az asztalnál 4 pohár vörösbort. És Európában mindenhol kicserélték fehér borra, hogyha jön a csőcselék, akkor nem lehessen ők azt mondani, hogy vért isznak. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy megosztod ezeket, hiszen pontosan ez a nagyon más oldalról rálátása ugyanerre a valóságra. Ez nagyon segít ahhoz, hogy az ember tényleg le tudjon válni előítéletekről. Akkor visszatérve a kérdésre, Mel Gibson és az eredetiség. Lényegében, amit korábban elhangzott, én is ehhez tudok csatlakozni, tehát ő egy műfai filmen iskolázott rendező, egy műfai filmet készített valóban nagy szakmai tudással, tehát nem ezzel van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy ennek a műfajnak a keretében mennyire tud következetes lenni, a másik pedig az, hogy mégis Jézusról szól a történet. És inkább arra szeretnék rátérni, ami még nekem ebben problémát okozott, és ezt is kicsit provokatívan hadd kérdezzem, vagy hadd tegyem fel ezt a kérdést, vagy hadd exponáljam ezt a problémát, hogy itt úgy gondolom, hogy egy szenvedő embert látok, de hol van ebben Jézus? Tehát, hogy a passió történet, oké, ez a címe, hogy passió, és létezik ez a forma, akár zenében, de ez mindig valamilyen módon reflektál arra, hogy itt kivel történik az, ami történik, mi ennek a tétje. És ebből szerintem megint csak a film nem tud felmutatni semmit, tehát ezért mondom azt, hogy egy PP-vert embert látok, de nem Jézust látom. Attól, hogy a keresztre szegezik fel, nem válik Jézussá, nem történik ez meg a filmben. Illetve ahogy megpróbál megtörténni, az viszont megint, én azért számomra ez fontos, hogy ezen az anyagon belül ellentmondásos és erőtlen. És itt ugye megint alkalmaz a rendező, szintén nem túl eredeti módon, egy elég erős közhelyet, ezek a flashbackek. Voltak éppen a flashbackekben kéne megismernem Jézusnak, tehát a Jézusi alakját, nem a szenvedő emberét, és ez szerintem szinte elenyésző ellenpont. Tehát ezek annyira illusztratívak. Az utolsó vacsorától különböző epizódok nagyon-nagyon illusztratívak, ahogy ezek előjönnek. Ezt én megint ehhez nem értek, de nem érzem, tehát sem teológiailag, de dramaturgiailag sem hitelesnek, hogy azokon a pontokon, amikor éppen ott halad a keresztúton, akkor ezek jutnak eszébe. Van, ami egészen már abszurd, tehát a Pilátus kézmosásáról miért jut eszébe
a tanítványok lábmosása. Ez hogy jön össze például? Tehát, hogy ezek külsődleges dolgok, amiknek sem teológiai, sem esztétikai magyarázata nincs. Tehát a másik, tehát az egyik fontos érvemet a film ellen azt elmondtam korábban, ez pedig a másik, hogy egyoldalúan csak egy szenvedéstörténetet látok, és nincs mögé rakva az a dimenzió, ha csak nem úgy ölök be, hogy ja, ő Jézus, higgyem el olyan értelemben, hogy itt most őt látom. De azt gondolom, hogy a művészetnek ezt nem így kell megfogni. Tehát ha meghallgatják a János Passiót, az is egy szenvedés, mármint a Bach zenéjét, ugye a szenvedésről szól, de tele van reflexiókkal, amelyek megjelenítik Jézus miben létét. Itt pedig a jézusi oldal, az ha lehet, még kevésbé eredeti. Tehát az, tehát amikor Jézus nem véres, azt nem azt az arcát látjuk, az pedig az eddigi Jézus filmeknek, megint csak azt kell mondanom, hogy a külsődleges, képes, lapszerű, gicses változatát mutatja. Gondolom, hogy teológus füllel hallgatva, vagy a filmet úgy nézve, most még téged, hogy azért nagyon sok olyan pont van, ahol el lehet gondolkozni, hogy ugye, ahogy a film kezdődik, hogy az ő szenvedései váltottak meg bennünket. Hát csak mutatja, hogy mi is ez a szenvedés. És akkor, hogy ugye az egyik ilyen pont is, hogy, de itt majd igazíts ki, hogyha rosszul tudom, hogy az elítélt a szenvedés közben mikor mutatja annak jelét, hogy egy bűnös ember és megérdemli a halált. És hogy egyszerűen mennek, nézik, egyrészt mert kell a kivégzésen ott lenni, másrészt pedig, hogy na, van-e valami, mond-e valami olyat, amiben be lehet kapni, mutat-e valami olyat, ami igazolja, hogy na hát még rátesz az ítélet igazságára. És én számomra az a vonal érdekes a filmben, hogy így a szenvedések közepette is mindig az jön elő, hogy amit az evangéliumban úgy szűrnek le, hogy Isten egyenlő a szeretettel és csak a szeretettel, hogy akármi történik vele, ő ebből válaszol. És még amikor haldoklik is, hogy hát nem tudják, mit cselekszenek. És ugye ez is olyan szép teátrálisan ott bemutatva, hogy még a távozó főpap megfordul és megdöbben. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért van ebben több is, mint egyszerűen csak az, hogy most a külső koreográfia lemegy, és akkor ebből tudjuk, hogy ez a Jézus. Tehát ezek a belső utalások nekem úgy hitelesek voltak ebből a szempontból. Gondolom, hogy Dani sokkal vehemensebben mondaná most a magáét a teológiai szempontból. Lassan elérkeztünk azonban a végéhez az időnknek, 9 óra elmúlt 1-2 perccel. Úgy látom, hogy érdemes volt, mert olyan kitartóan ülünk itt, és figyelünk egymásra. Van-e valakinek még esetleg, ami azt mondja, ó, de kár, hogy ezt nem mondtam, pedig ez jó lett volna, nehogy otthon kínozza a tudat. Van-e még valaki, akinek így mondandója lenne, akár nektek? Akkor nagyon köszönöm, hogy jöttetek, és hogy megint azt gondolom, egy hasznos, jó estét töltöttünk együtt, és nyugodalmas, jó éjszakát mindenkinek.